Sziasztok! Amikor több mint 20 évvel ezelőtt az újságírás, a televíziózás világába belecsöppentem, a tanáraim azt vésték az eszembe, hogy a médiának értékteremtő, tanító ereje van. Bizony, akkor még így volt. A benne dolgozóknak pedig társadalmi felelőssége, hiszen véleményük fontos és hatással van a közéletre, vagyis formálja azt. Így állják hozzá, és ennek tükrében vállaljak majd munkát. Ez az eszmélyiség megmaradt, rögzült, és ebben semmiféle túlzás nincsen, és nem bullshit. Én hát tényleg ebben hiszek, és azóta is ebben a szellemben dolgozom. Mert a világ az már nagyon-nagyon máshol tart, és nagyon mások az igények is, talán az értékrend is kibillent valahol a helyéről, legalábbis az én véleményem szerint. De hiszem, hogy üzenetet, értéket teremteni lehet divik. És én most azért vállaltam ezt a felkérést, mert hiszem, hogy ti képesek vagytok megmutatni, hogy hogyan lehet egy-egy társadalmi kérdést menő, cool és vagány köntösbe csomagolni úgy, hogy az ne csak egyfajta ilyen szállóige legyen, hanem igazából meg is érintse az embereket. Számomra az a fontos, hogy milyen képi eszközökkel, milyen ilyen újfajta gondolatisággal forgattok, hogyan tudtok egyedi megoldásokkal hatással lenni rám, a nézőkre. Én ezt fogom majd figyelni akkor, amikor értékelnem kell egy beküldött alkotást. Mert ez egy alkotó munka, amiben időt és energiát fektettek, és amelyben kiélhetitek így a kreativitásotokat. Tegyétek, jelentkezzetek a Vlogitika című videós tehetségkutató versenyre, részletek a versenykiírásban, és hozzátok divatba az értékteremtő filmeket, az igényes mozikat, mert ez egy tök jó kihívás, egy fontos küldetés.